szólt az Úr Mózesnek mondván, szólj az Izrael fiainak, hogy forduljanak vissza, és üssenek tábort Pi-Hahirót előtt, Migdol között, és a tenger között, Baál-Cefon előtt, ezzel átellenben üssenek tábort a tenger mellett. Majd azt gondolja a fáraó az Izrael fiai felől, eltévejedtek ezek a földön, körülfogta őket a puszta. Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, és űzőbe veszi őket, hogy megdicsőítessem a fáraó által, és minden ő sereg által, és megtudják az egyiptombeliek, hogy én vagyok az Úr, és úgy cselekedtek. Nagyon érdekes azért ez, hogyha belegondoltok, mert ugye volt a kivonulásnak egy iránya. Tehát megindultak, ugye leírta itt az ige, az előző fejezetben visszaemlékeztek, egy térképet is majd ki lehet tenni róla. Volt egy iránya, azt mindenképpen el akarta kerülni az Úr, hogy a földközi tenger, ugye a mediterrán tenger van kiírva angolul, hogy ott a tenger partján menjenek, és akkor hamar elérték volna Kánoán földjét, az lett volna a legrövidebb út. Még volt egy belsőbb út is a pusztában, de még szintén az északi területen, ami egy kicsit hosszabb lett volna, de egyiket sem akarta az Úr. Egyrészt, hogy elkerüljék a túl korai ütközetet, a túl korai csatát, ugye azzal indokolta Isten, hogy ha hamar ez a rabszolga nép, amelyik éppen kiszabadult a fogságból, ha hamar fegyveres ütközetbe bocsátkozik, talán elmegy a kedve attól, hogy kivonuljon és a saját lábára álljon. Túl korai lenne ez a megterhelés ennek a népnek, és ezért egy védettebb útszakaszon akarta őket vezetni, hogy ellenséges népekkel, már berendezkedett városállamokkal ne találkozzanak olyan hamar. És tudjuk azt is, hogy a sínai felé kellett, hogy lemenjenek. Ugye említést tettem arról, ugye a sínai ott van lent, a déli, a sínai félsziget déli részén, hogy Mózesnek azt mondta az Úr, hogy az lesz a jele, hogy én küldtelek téged, hogy ide fogod hozni ehhez a hegyhez az embereket, és itt fogtok szolgálni nekem, itt fogtok nekem áldozni. De itt, amit olvastunk, hogy az Úr szólt Mózesnek, hogy forduljanak egy kicsit vissza, és üssenek tábort Pi-Hahirót és Migdol között, Baál-Cefon előtt, és ott legyenek a tenger mellett. Ezeket a településeket egyébként nagyon nehéz beazonosítani. Ugye az idő, ami eltelt, az már nagyon sok. A régészeti ásatások egyébként több helyszínt is vélnek beazonosítani ezzel a helyszínnel. Egyébként, hogyha visszateszed a térképet, Lőrinc, volt olyan elképzelés is, hogy akár délebre vonultak át, sőt volt olyan is, hogy a keleti nyúlványán mentek át a tengernek, tehát többféle elmélet létezik az átkelés helyét illetően. Sőt, ott az Etámnél lévő tónál, és ott a Vörös-tenger nyúlványánál ugye volt egy úgynevezett nádastó, vagy nádastenger, ami inkább egy mocsaras terület volt. Ugye, akik nem annyira az isteni csodákban hisznek, hogy tényleg a tengert választotta ketté, azok még ilyen elméleteket is tudnak támogatni, hogy talán csak egy mocsaras, lápos területen kellett nekik átmenni. Erre szokták mondani viszont válaszként, hogy az még nagyobb csoda, hogy ebbe az egyiptomi sereg bele tudott fulladni lovastól és szekerestől. Tehát az átkelés pontos helyét illetően talán még nincs kiforrott álláspont. Azt mindenhol leírja az ige több helyen, hogy falgyanánt, majd ebben a részben is fogjuk olvasni, hogy falgyanánt álltak a vizek Izrael népe mellett, de azt mindenki úgy gondolja, hogy ez a Pi-Hahirót és a Migdol közötti rész, ez gyakorlatilag ez egy csapdahelyzet. Tehát Isten, és azt is látjuk, hogy Isten konkrét utasítása volt, hogy forduljanak bele ebbe a völgybe, mert a Pi-Hahirót is egy hegyvonulat, és a Migdol is egy erődítmény, ami azt jelentette, hogy Izrael népét Isten maga, mert ő adja az útmutatást, beszorította Isten maga a népet két hegy közé, egy völgybe, ahol előttük közvetlenül a Vörös-tenger volt, ugye mögöttük meg Egyiptom. Tehát, hogy gyakorlatilag Isten vezette őket ebbe a látszólagos csapdába,
ahonnan emberileg nincs kiút. És ugye azt is benne van az isteni gondolatban, a harmadik verset, ha kirakod, hogy majd azt gondolja a fáraó Izrael fiai felől, hogy eltévedtek a pusztába, és körülfogta őket a puszta. Hogy gyakorlatilag kimentek ugyan a Gósen földjéről, ugye ott van Gósen, most éljünk együtt, hogy ott van Gósen, ahonnan elindultak, és aztán eltévejedtek, bolyong ez a nagy 2 milliós tömeg a pusztába, és nem tudják, hogy merre kell menni, és benavigálták magukat egy csapdahelyzetbe, jobbról hegy, balról hegy, előttük a tenger, mögöttük Egyiptom. És hogy minthogyha ez a csapdahelyzet ingerelni a fáraót arra, hogy hoppá, hát akkor utánuk lehet menni, megrekedtek, nincs hova menniük. Benavigálták a népet egy ilyen katlanba. Jobbról-balról hegyek előttük a tenger, mögöttük mi jövünk, és beszorul a nép, és vissza lehet őket hozni. És ami az érdekessége ennek, hogy azt olvassuk a második versben, hogy ez Isten kifejezett utasítására történt, és hogy a fáraó is azt gondolja majd, hogy eltévedtek, hogy utánuk mehet, és ugye mondja a negyedik vers, hogy megkeméte a fáraó szívét, és üldözőbe veszi őket, és ezáltal még jobban meg fogja dicsőíteni magát Isten. Mi által fogja még jobban megdicsőíteni magát Isten? Azáltal, hogy ebből a csapdahelyzetből Isten fölnyit egy reteszt, mégiscsak nyit egy kijáratot, egy zárt helyzetből Isten kinyitja a vörös tengert, ami ugye általában zárva van, tehát hogy nagyon nehéz egy tengeren átmenni 2 milliós néppel, így szépen belegyalogolni, állatokkal, öregemberekkel, csecsemőkkel, mindennel átmenni. Tehát az is egy lezárt dolog lenne egészen addig, amíg Isten ki nem nyitja. És azért ebben van egy nagy tanítás. Egyrészt, lehet, hogy belekerülünk olyan zsákutcákba, ahova Isten vezet bele. Tehát, hogy belemész a zsákutcába, és úgy érzed, hogy jobbra nem mehetek, balra nem mehetek, hátra nem mehetek, itt nézem a falat, vége van a fasornak, hogyan tovább. És ha Isten vezet, mert vannak olyan zsákutcák, amiben be tudunk mi magunk is hajtani, és akkor egyébként ki kell tolatni. Tehát azokból a zsákutcákból, ahova magunk hajtunk be, ki kell tolatni. Ugye, mivel jár a kitolatás? Egy kis pesztis-veszteséggel. Tehát azért mindig pesztis-veszteséggel jár, mert hát behajtottam egy olyan utcába, hogy nem tudok belőle kimenni. És akkor rükverc, hátra nézni, és akkor kihajtani belőle. De ha Isten vezetett egy zsákba, jobbra nem tudsz menni, balra nem tudsz menni, mögötted ellenség, lehet, hogy Isten fog nyitni egy utat, amit csak ő tud. Amit emberileg nem lehet kinyitni. Ami emberi számítás szerint nincs is. Nem is létezik. És Isten fog nyitni egy utat. És ebből a történetből tudjuk, hogy pontosan ez történt, hogy Isten nyit egy olyan utat, ami nincs, utat készít ott, ahol nincs út, és nem az van, hogy félreértették a vezetést, nem az van, hogy kiszolgáltatja az ellenségnek, dehogy, hát Isten nem teszi ilyet, hát ő eszközölte ki a kimenekülést, hanem bizonyítékát adja a hatalmának, és gyakorlatilag azt is nézhetjük, vagy látjuk az Izrael népének a reakcióját, hogy azért ez egy komoly próbatétel is volt. Hát gyakorlatilag a kivonulás, figyeljetek a lélektanát a dolognak. A kivonulásnak mi a lélektana? A 10 csapás után végre elengedtek. Végre elengedtek. Mehetünk kifelé. És ugye arról szól az ige, hogy mindenféle edényeket kaptak a szomszédoktól, fölszerelkeztek, gazdagon, meggazdagodva jöttek ki. Végre szabadok vagyunk, elmentünk, a fogvatartó elengedett. És aztán az Isten vezetése alapján belekerültek egy olyan helyzetbe, ahonnan se előre, se hátra, se oldalra nem lehet menni. Most mi lesz? És az 5. versről olvasom akkor a 10. versig. És hírül vitték az egyiptomi királynak, hogy elfutott a nép, és megváltozik a fáraónak és az ő szolgáinak szíve a nép iránt, és mondának: mit cselekedtünk, hogy elbocsátottuk Izraelt a mi szolgálatunkból? Befogadott tehát szekerébe, és maga mellé vette az ő népét. És vett 600 válogatott szekeret, és
Egyiptom minden egyéb szekerét, hárman-hárman voltak mindegyiken, és megkeményítette az úr a fáraónak, az egyiptomi királynak szívét, hogy űzőbe vegye az izrael fiai pedig mentek nagy hatalommal. És az egyiptom beliek utánuk nyomultak, és elérték őket a tenger mellett, ahol táboroztak. A fáraónak minden lova, szekere, meg lovasai és serege Pihahirót mellett, Baál-Cefón előtt. S amint közeledett a fáraó, Izrael fiai felemelték szemeiket, és imi az egyiptom beliek nyomukban vannak, és nagyon megfélemlettek, és az Úrhoz kiáltottak az Izrael fiai. Tehát ugye az derült itt ki, hogy belekerültek ebbe a látszólagos csapda helyzetbe, se jobbra, se balra, se előre, se hátra nem lehet menni. Megkapja a hírt a fáraó, azt mondja, fú, itt az idő, ez az én időm. Elengedtem őket, nem tudnak elmenni, utánuk megyek, visszafogom hozni őket, elengedtük őket a szolgálatból, óriás ingyen munkától esik el az ország, de most itt a lehetőség, hogy visszaszerezzük őket. Ugye szekerekbe fogtak be, talán láttatok ilyen ábrázolásokat, ezeket az egyiptomi szekereket, ilyen kétkerekű szekerek, amiket ugye lóhoz fogtak be, egy ilyen félkör alakú, ilyen korlátszerűség volt a szekéren. Egyébként tényleg olyan írja az ige, 3 személy tartózkodott ezeken a szekereken. Általában volt egy hajtó, akinek semmi más dolga nem volt, csak hogy hajtsa a lovat, és a gyeplőt fogja. Volt egy fegyveres ember, és volt egy fegyverhordozó. Tehát általában így állt össze ez a 3-as csapat, hogy volt egy kormányos, aki csak vezetett, ő hajtotta a lovat. Volt egy fegyveres ember, aki akár dárdával, akár nyíllal, ugye lőfegyverek még nem voltak abban az időben, jól tudott célozni és osztotta az ellenséget, és volt egy fegyverhordozó, aki kiszolgálta a fegyveres embert. És ez volt egy alakulat, és ugye ebből volt 600. Tehát, hogy a szekérből, és ugye még azt is olvastuk itt, hogy még egyéb szekerek is mentek, egyéb nép, és arról szól itt az ige, hogy a fáraó meggondolta magát, utánuk erelt a népnek, és azt is látjuk, hogy beazonosította a helyet, jöttek a hírek, hogy hol vannak, helyileg, földrajzilag, lokalizálták elszabadult népet, és amikor pedig közeledtek, akkor megijedt Izrael népe, és az Úrhoz kezdtek kiáltani. Tehát azt tudjuk mondani, hogy az első tényleg igazi ilyen hitpróbájuk, a kiszabadulás, a kivonulás, és hát a kijövetel után ez a helyzet, akkor belekerültek itt a Vöröstenger előtt ebbe a csapdába. És nézzük meg, hogy hogyan beszélnek Mózessel. Mondának Mózesnek, hát nincsenek-e Egyiptomban sírok, hogy ide a pusztába hoztál minket meghalni? Mit cselekedtél velünk, hogy kihoztál minket Egyiptomból? Nem az volt-e a szó, amit szóltunk hozzád Egyiptomban mondván, hagyj békét nékünk, hadd szolgáljunk az egyiptombelieknek, mert jobb volna szolgálnunk az egyiptombelieknek, hogy nem, mint a pusztában halnunk meg. Mózes pedig mondta a népnek, ne féljetek, megálljatok, nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek, mert amely egyiptombelieket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok. Az Úr hadakozik ti érettetek, ti pedig veszteg legyetek. És mondta az Úr Mózesnek, mit kiáltasz hozzám? Szólj Izrael fiainak, hogy induljanak el. Te pedig emeld fel a te pálcádat, és nyújts ki a kezedet a tengerre, és válaszd azt két felé, hogy Izrael fiai szárazon menjenek át a tenger közepén. Én pedig ímé megkeményítem az egyiptombeliek szívét, hogy bemenjenek utánuk, és megdicsőítetem a fáraó által, és az egész serege által, szekerei és lovasai által, és megtudják az egyiptombeliek, hogy én vagyok az Úr, ha majd megdicsőítetem a fáraó által, az ő szekerei és lovasai által. Tehát érthető módon elkezdtek jalveszékelni, Mózeshez fordulni. Nyilván az a reflex egyébként, ami még nagyon sokszor előjön, az már itt beindul. Ugye tudjuk, akik ismerjük a pusztai vándorlásnak a történetét, hogy hányszor hangzik el, hogy miért jöttünk ki, miért jöttünk ide, miért hoztál bennünket a pusztába, ne akarsz ölni bennünket, vagy éhen halunk, vagy szomjan halunk, vagy ellenség szed szét bennünket, vagy a kígyók, vagy a hőség, vagy bármi más.
És ugye nyilván ennek a népnek itt az első reflexe is az, hogy hát sírok Egyiptomban is vannak, ezért nem kellett kijönnünk, hogy itt halljunk meg. Meghalni meghaladtunk volna Egyiptomban is. Még azt is mondják, hogy jobb lett volna ott maradni, mint idejönni. Ugye nyilván ez az ember első reakciója, aki nem látja Isten megoldását. És persze a saját életének a féltése, a jövőnek a féltése, a szülők a gyerekeket félthették ebben a helyzetben, hogy egyébként később is fölmerül az, hogy a kicsinyeiket féltették. A kiképzelés történet után is tudjuk azt, hogy pont azt mondta nekik Isten, hogy akiket nagyon féltettetek, azok majd bemennek, de ti nem. És Mózes azt mondja nekik, hogy ne féljetek, megálljatok, nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek. Mózesnek volt egy, már itt volt egy többlet tudása. Volt egy Istentől kapott látása arra, hogy ha Isten vezetett bennünket ide, ő tudja a megoldást. És ez mindig a kijelentésnek, a hitnek a szava, a beszéde, mert akkor jön az embernek egy többlet tudása a helyzetről, ha Isten megérinti, ha Isten szól hozzá, és tud hinni egy olyan megoldásban, amit az ember ugyan nem lát, vagy nem tud magától előteremteni, de pont abban hisz, hogy Isten majd megoldja. És ugye itt van ez a szép mondat, hogy csak nézzétek az Úr szabadítását, tehát, hogy vannak olyan dolgok, amihez nem is kell nagyon hozzájárulnia a hívő embernek, mert Isten elvégzi. A te dolgod az, hogy ne pánikolj, ne félj. Ugye itt a ne félj abban is megmutatkozik, hogy ne fordulj vissza és ne fuss el. Gondoljatok bele, hogyha nem nyugszik meg a nép, és ebben a beszorult helyzetben az a 2 millió ember elkezd pánikolni, letaposták volna egymást. Tehát, hogy gyakorlatilag egy tömeghisztéria, hogyha kialakul, gyakorlatilag a tömeg elintézte volna saját magát egy ilyen helyzetben. Tudjuk, hogy vannak olyan jogszabályok, hogy mondjuk egy-egy teremben, vagy egy-egy szabadtéri rendezvényen hány ember tartózkodhat. Ugye főleg az zárt térben van annak különlegesen nagy jelentősége, hogyha bármi van, és az ember menekül, az ember lélektana olyan, mivel az életösztön az egyik legerősebb ösztönünk, hogy olyankor nem törődik az ember senkivel. Tehát, hogyha annyira be van pánikolva, akkor nem törődik senkivel. Még autóvezetésnél is szokták mondani biztonsági szakértők, hogy még hogyha az embernek a családja ül is az autóba, ösztönösen a kormánynál, aki ül, az úgy rántja a kormányt, hogy magát védi. Tehát, mert ez annyira ösztönös, hogy magát akarja védeni, mert ez nem tudatos, hanem ez egy olyan életmentő ösztön. És amikor ott kitört volna egy pánik, akkor ott elkezdenek az emberek megbojdolni, és abból nagy baj lehetett volna. Az ő hitük ott abban mutatkozott meg, ne féljetek, megálljatok. Tehát biztos volt egy mozgolódás. Mit csináljunk? Jönnek a fáraó seregei, talán már döbörögnek a szekerek, a lovak. Mit csináljunk? Itt vannak a gyerekeink, itt vannak az állataink, itt vannak az időseink. És mondja Mózes, keep calm. Nyugodjatok meg, attól megnyugszatok. És megálljatok, és ne mozduljatok, és figyeljétek, nézzétek az Úr szabadítását, nyissátok ki a szemeteket valamire, amit Isten cselekszik, mert az Úr hadakozik értetek, ti pedig veszteg legyetek. Ugye az Isten, a harcos Istennek a képe, az mindig ott volt Izraelnek a tudatában, és innentől fogva még inkább belevésődik, hogy van egy Isten, aki értük harcol. Ugye a seregek urának is nevezi a Biblia nagyon sok helyen Istent. A seregek ura, Adonai Tzebaot, azt hiszem így van a héberül, a seregek ura. Milyen seregei vannak az Úrnak? Milyen seregeknek ő az ura? Egyrészt lehet mondani azt is, hogy az Izrael seregeinek is ő az ura, tehát igazából ő a kapitány, de vannak az Úrnak más seregei is, erről Elizeus szolgája is tudna beszélni, hogy Istennek vannak seregei, és azt mondja itt Mózes, hogy Isten harcol értetek. Ti nektek ezzel most nincs dolgotok, és figyeljetek, ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor Isten vezetését követjük, és abban kerülünk kiélezett helyzetekbe, vagy kilátástalan helyzetekbe, vagy zsákutcákba, vagy csapdákba, ha tényleg az Isten követjük, akkor azzal nekünk nem sok dolgunk van,
Végig kell nézni az Úr szabadítását, az Úr közbeavatkozását, hogy hogyan oldja fel ezt a helyzetet. És sokszor nehéz veszteg maradni. Sokszor nehéz csak úgy nyugodtan várni. Főleg egy ilyen kérezett helyzetben az ember úgy érzi, hogy neki kell cselekednie, neki kell tennie valamit. Nagyon-nagyon nehéz az embernek elfogadni, hogy bizonyos helyzetekben ő ne csináljon semmit, mert azzal elrontaná a helyzetet, hanem bízza Istenre. Ez a helyzet pont ilyen volt. Ez a veszteg maradás, ez azt jelenti, hogy figyelj, te csak állj meg, ne rohanj, ne pánikolj, figyelj, nézd az Úr szabadítását, Isten majd cselekszik, ő harcol, értetek. És a 15. versben mondja az Úr Mózesnek, mit kiáltasz hozzám? Ugye? Tehát van, amikor van az ima ideje, és van, amikor Mózes részéről már van a cselekvésnek is az ideje, és ugye megkapja az utasítást, hogy szólj Izrael fiainak, induljanak el, te pedig emeld fel pálcádat, és nyújts ki kezedet a tengerre, és válaszd azt két felé. Mondhatta volna Mózes Istennek, hogy hát Uram, hogy kell? Tehát ilyet még soha nem csináltam. Ez a tenger ketté választás eddig nem szerepelt a feladat köreim között, a munkakörömben nem volt leírva, hogy tengert is kell választani, szétválasztani. De itt megmondja Isten, hogy Izrael fiai szárazon fognak átmenni a tenger közepén. Tehát mi történik? Van egy látszólag bezárt helyzet, amiből Isten egy kiutat készít. Ez az út nem is létezett korábban. Ezt az utat Isten nyitja. Ezt az utat Isten nyitotta. Ott nem volt út, de lett egy út. És figyeljetek, ez az út, ez egy átmeneti időre nyílik meg. És csak Izrael fiainak nyílik meg. Tehát nem az volt, hogy ketté vált a Vörös-tenger, és akkor onnantól kezdve az a tenger ketté volt választva. Tehát egyrészt volt egy időrés, ameddig ez nyitva volt. Másrészt volt egy nép, akinek ez nyitva volt. És ez az idő az akkor volt, amikor Isten mondta, és amíg át nem ért az utolsó izraelita, eddig volt ez az út nyitva. És az egyiptomiak számára már ez nem adatott meg ez a lehetőség. És onnantól kezdve, amikor az út meg bezárult, akkor gyakorlatilag már a védelmet is jelentett az a víz, amely víz egy időpillanatban bezárta Isten népét, és útját állta, az szétnyílt, egy másik időpillanatban pedig védelmül szolgált, hogy elzárja az utat az ellenség elől. Tehát ez az út, ez egy időre nyílt meg. Ez is nagyon-nagyon fontos, mert amikor viszont kinyílik valami, akkor be kell rajta lépni, akkor át kell menni. Tehát az életünkben vannak ilyen dolgok, hogy nem biztos, hogy örökké nyitva van, hanem Isten kinyitja egy időre, és akkor azon át kell gyalogolni. És aztán utána az meg is szűnik, az a lehetőség. Ugyanígy volt ezzel a tenger kinyitással is. Olvasom a 19. verstől, és elindult azért az Istenek angyala, aki járt az Izrael tábora előtt, és ment mögéjük, a felhőoszlop is elindult előlük, és mögéjük állt. Nagyon érdekes. És oda ment az egyiptombeliek tábora és az Izrael tábora közé, és így lett a felhő és a sötétség, az éjszakát pedig megvilágosította. És egész éjszaka nem közelítettek egymáshoz. Tehát az történt, hogy Isten időt akart nyerni, hogy gondolom, hogy a tenger kettéválásához a szél szelet ugye föltámasztotta. A következő vers azt mondja, kinyújtotta Isten az ő kezét a tengerre, az Úr pedig egész éjjel erős keleti szelet széllel hajtotta a tengert, és szárazzá tette a tengert, és kétfelé váltak a vizek. Tehát, hogy amíg ez be nem következett, addig Isten tartóztatta az egyiptomi sereget, úgy, hogy a felhő hátrament, és közéjük állt, ugye éjjel az ugye tűzoszlopot jelentett, és gyakorlatilag a tűzoszlop távol tartotta az egyiptomi sereget Izrael népétől, tehát gyakorlatilag az Úr képzett egy védelmi falat, és áthatolhatatlan volt,
És addig a szél dolgozott. Addig a szél dolgozott. Vannak ilyen helyzetek, amikor Isten egy biztonságos környezetet teremt, hogy elő tudja készíteni a munkáját. És a szél dolgozott. Ez nem egy passzív éjszaka volt, nem egy semmittevés volt, hanem az a keleti szél, amelyet az Úr hajtatott, erős szelet hajtott az Úr, az dolgozott és fújta nagy erővel. El se tudjuk képzelni, hogy micsoda erő kellett ahhoz, hogy szétválassza ezt a tengert, és hogy kiszárítsa a tengernek az alját, hogy ott száraz lábon át tudjanak menni. De amíg ez az út nem állt elő, ez a száraz út, amíg nem állt elő, addig Isten védte az ő népét, és egy angyalról is beszélt itt. De nagyon érdekes, hogy eddig nem beszélt az ige angyalról, Isten követe az angyal. Tudjuk, hogy amikor az aranyborjúnál vétkeznek később, még ebben a könyvben, akkor ugye azt mondja Mózesnek Isten, hogy az én angyalom, vagy küldök egy angyalt, és ő majd megy veletek, de én nem megyek veletek, mert kemény nyakú nép vagytok. És akkor mondja Mózes Istennek, hogy hát ha a te orcád nem jön velünk, akkor ne vigy ki minket innen, ismerjétek ezt a történetet. Tehát, hogy valószínű, hogy valamilyen természet fölötti lények vezették ezt a népet, de az Úr dicsősége is ott volt velük, ugye ezt az Úr arcában fejezi ki az ige, hogy a te orcád, a te jelenléted itt legyen velünk, és ott csak pusztán az angyal vezetésével nem elégedett meg, ugye akkor Mózes. És azt mondja itt az ige, hogy kinyújtotta a kezét a tengerre, és egész éjjel ugye fújt a szél, és kétfelé váltak a vizek. Olvassuk tovább. És szárazon mentek az Izrael fiai a tenger közepébe, a vizek pedig kőfal gyanánt voltak nekik jobb kezük és bal kezük felől. Az egyiptombeliek pedig utánuk nyomultak, és bementek a fáraó minden lovai, szekerei és lovasai a tenger közepére. És lőn hajnalkor rátekintett az Úr az egyiptombeliek táborára a tűz és felhő oszlopból, és megzavarta az egyiptombeliek táborát. És megállította szekerei kerekeit, és nehezen vonszoltatta azokat. És mondának az egyiptombeliek, fussunk az Izrael elől, mert az Úr hadakozik érettük Egyiptom ellen. És szólt az Úr Mózesnek, nyújts ki a kezedet a tengerre, hogy a vizek térjenek vissza az egyiptombeliekre, az ő szekereikre, s lovasaikra. És kinyújtotta Mózes az ő kezét a tengerre, és reggel felé visszatért a tenger az ő elébi állapotjára, az egyiptombeliek pedig elejébe futottak, és az Úr belevesztette az egyiptomiakat a tenger közepébe. Visszatértek tehát a vizek, és elborították a szekereket, és a lovasokat, a fáraónak minden seregét, melyek utánuk mentek be a tengerbe, egy sem maradt meg közülük. De Izrael fiai szárazon mentek át a tenger közepén, a vizek pedig kőfagyanánt voltak nekik jobb és bal kezük felől, és megszabadította az Úr azon a napon Izraelt az egyiptombeliek kezéből, és látta Izrael a megholt egyiptombelieket a tenger partján. És látta Izrael ezt a nagy dolgot, amelyet cselekedett az Úr Egyiptomban, félte azért a nép az Urat, és hittek az Úrnak, és Mózesnek, az ő szolgájának. Tehát látjuk, hogy így ment végbe a kivonulás, hogy aztán az egész éjszaka után tényleg előállt ez az út, előállt ez a száraz út, amin átmehettek. Ugye nem tudjuk pontosan, hogy az a nyúlvány milyen hosszú, mennyi időben tellett. Ugye itt hajnal is mond az ige, mikor már valamennyire átértek, és akkor rátekintett az Úr az egyiptombeliekre, és átvonult gyakorlatilag az egész nép. Tudjuk, hogy Izrael életében, a kivonulás történetben maga a vörös tengeren való átkelés egy óriási bizonyíték Isten hatalmáról. Egy olyan, ami beleégett ennek a népnek a lelkébe, a tudatába, hogy Isten még a tengert is ketté választotta, hogy mi ki tudjunk menekülni az üldözőink elől. Tehát ez egy olyan mélyen belevésődött, beleívódott
minden izraelinek a szívébe, lelkébe. Tudjuk azt, hogy már az ünnepeknél is volt arról szó, hogyha megkérdezi a te fiad, a te unokád, hogy ez és ez miért történik, akkor mondd el, hogy azért, mert az Úr ezt cselekedte velünk. Most ez is egy olyan történet, ami nyilván, most gondoljatok bele abba az emberbe, aki tényleg ágyalogolt a tenger közepén. És jobbra nézett víz, balra nézett víz, és ő maga átélője volt annak, hogy szétvált a tenger. Hogy ketté nyílt a tenger. És biztonságosan szárazon át tudtunk menni a tengernek a fenekén. És a túlparton már teljesen szabad nép voltunk. Hogy ez milyen mértékben határozta meg azoknak az embereknek az Isten élményét. Milyen komoly bizonyságot kaptak. Tehát ennek az embernek azt mondani, hogy nincs Isten, hát ki neveti, hát ne viccelj, hát ez az Isten szétfújta nekünk a tengert. Van Isten, hát én átélője voltam annak, hogy micsoda szabaduláson vezetett keresztül, és adta tovább a gyermekeinek ezt a mély tapasztalatot, látjuk a konklúziót a végén. Azt is látjuk, hogy az egyiptombeliek ugye látták, hogy kinyílt a tenger, utánuk akartak nyomulni. És itt van ez a momentum, amit mondott Mózes, hogy az Úr hadakozik érettetek, ti vesztek legyetek, ti csak menjetek. Hogy ugye olvastuk itt az igében, hogy megzavarta az Úr az egyiptomiak táborát. Tudjuk több bibliai történetből, ószövetségi történetből, hogy sok csatát úgy nyertek meg, hogy valami természet fölötti zavart keltett Isten az ellenség soraiban. Például emlékszem rá, hogy Jeruzsálem ostromához azt hiszem az asszírok fölvonultak egyszer, vagy a babiloniak, tehát ők babiloniak, és Ezékiás király ugye ott volt a templomban, és imádkozott az Úrhoz, hogy csináljon valamit ezzel a helyzettel. Az a birodalom simán bevehette volna Jeruzsálemet, simán lerohatta volna az országot, de valami zavar keletkezett egy másik részen, és ezért levonult a sereg. Tehát, hogy a természet fölötti isteni beavatkozás az Isten népe mellett úgy is megnyilatkozhat, és megnyilatkozik, hogy az ellenségben támaszt Isten zavart, és ugye ezt úgy érzékelték az egyiptomiak, hogy nem mennek a szekereink. Hogy nem tudunk haladni. Lelassult a mozgásunk. És úgy fogták fel ezek az egyiptomi népek, ezek szerint őnekik is volt azért a transzcendensre, a természet fölöttire egy nyitottságuk, hogy ez az, hogy az Úr most hadakozik értük velünk szembe. Tehát hajtom a szegény lovat, és nem megy. A szekeret próbáljuk vonszolni, és nem csikorognak a kerekek, és valami természet fölötti fékezés van rajtunk, hogy ne tudjuk utolérni őket. És ugye megemlíti a 25. vers, mert az Úr hadakozik érettük Egyiptom ellen. Tehát, hogy gyakorlatilag ebben a nép is megtapasztalta ebben a momentumban azt, hogy az Úr valóban harcol értük, hogy nekik nincs más dolguk, mint menni előre. Azon az úton, amit az Úr megnyitott, azon menni előre. Az ellenséget az Úr lerendezi. Nem kell kilőni egy nyilat, nem kell kardozni, nem kell eldobni egy dárdát, se semmit nem kell csinálni, csak menni a megnyílt úton, és az Úr az ellenséget, azt lerendezi mögöttünk. Hogy hodalapozunk a zsidókhoz írt levélhez, a 11. fejezetben ugye a hithősök történetét olvassuk, és ott megemlíti az ige ezt a dolgot. A 29. vers, zsidók 11, 22, 29, így hangzik, hit által keltek át a Verestengeren, ugye itt Izrael fiairól beszél az ige, hit által keltek át a Verestengeren, mint valami szárazföldön, amit megpróbálván az egyiptomiak elnyelettek. Ez egy nagyon érdekes kifejezés, hogy ugye hit által átkeltek, ugye mivel hittek, átkeltek. Ugye abba hittek, hogy Isten megmenti őket, látták a megnyílt utat, ők átkeltek rajta, látták Isten beavatkozását, és hit által cselekedtek. Amit megpróbálván az egyiptomiak elnyelettek. Hát különbség van a dolgok, a cselekedetek között. És
az egyik hitáltal átmegy, a másik próbálkozik és elbukik. Nagyon ebből az is látszik, hogy nem mindegy, hogy az Úr kinek nyitja meg az utat, kinek szól az Úr. Mert az egyiptomiak előtt ez az út nem volt nyitva. Tehát lehet, hogy úgy gondolták, hogy ők is begyalogolhatnak, de számukra ez nem volt nyitva ez az út. Nyilván itt az egész szituációt értjük egyébként, hogy ez, az Úr ezzel megvédte a népet, de talán ennek van egy olyan értelme is, hogy az Úr személyesen is foglalkozik velünk. És lehet, hogy amit a másik ember számára kinyitott az Úr, az nem biztos, hogy az enyém is. Lehet, hogy nekem más utat jelölt ki az Úr, nekem más dolgot kell véghez vinnem. Nem lehet automatikusan lemásolni a hit cselekedeteit, mert a hit cselekedetei pont arról szól, hogy valakihez szól az Úr, akinek hite lesz. Akinek erről nem szólt az Úr, annak erről nem lehet hite. Tehát, hogy a hitben pont, hogy benne van a megszólítottság, hogy kihez szólt az Úr. Mert a hit mindig Isten igéjén, mindig Isten szaván nyugszik, és ugye hiába volt ez az út nyitva, úgy gondolták, hogy nekik is nyitva van, de nekik nem volt nyitva ez az út. És ezért, ami egyiknek a szabadulást jelentette, nekik a pusztulást jelentette. Nem tudom, hogy értitek-e ezt a gondolatot, de szerintem nem véletlenül van megemlítve ez a hithősöknél is ez a történet. És amikor látta az Úr, hogy átértek az Izrael fiai, akkor ugye Mózesnek újra cselekednie kellett. Nagyon érdekesek ezek, hogy azért Illésnek a mozdulataira történtek a dolgok. Mózes mozdulataira. Most az Illés, az nem is tudom, hogy keveredett bele ebbe a történetbe, vagy bocsánatot kérünk tőle. Lehet, hogy kikéri magának, hogy ő nem is volt ott a kivonulásnál. De hogy Mózes utasításaira történnek a dolgok. És ugye ezt láttuk, hogy a tisztcsapásnál is, hogy amikor Illés... Amikor Mózes, ezt nem tudom, hogy akadt be a tű, meg akadt a tű. Amikor Mózes mondta, akkor jött a csapás. Amikor Mózes szólt, akkor szűnt meg a csapás. Amikor Mózes szólt, akkor kezdett fújni a szél, és vált ketté a tenger. Amikor Mózes kinyújtotta újra a kezét, akkor ment vissza. Nyilván ebben benne van az, hogy Isten együtt működött az ő szolgájával, és hogy gyakorlatilag ez adta Mózesnek a tekintélyét is, hiszen hogyha nem történtek volna a dolgok, akkor Mózes integethetett volna jobbra-balra. De az Isten szócsöve, eszköze volt ebben a dologban, és ugye visszatért a tenger reggel felé, visszatért az előbbi állapotjára, és ugye beleveszett az egyiptomi sereg a tenger közepébe. Visszatértek tehát a vizek, és leborították a szekereket, egy sem maradt közülük, Izrael fiai pedig szárazon mentek át, és kőfagyanánt álltak a falak mellettük. És megszabadította az Úr azon a napon az Izraelt az egyiptombeliek kezéből, és látta Izrael a megholt egyiptombelieket a tengerpartján. Tehát gyakorlatilag, ugye ezt azért említi meg szerintem az ige, mert ugye azzal kezdődött itt ez az egész jajveszékelés történetkor, hogy ne féljetek, megálljatok. És amitől féltek, hogy kárt tehet bennük a sereg, a lovasok, a szekerek, Egyiptomnak a felfegyverzett, képzett katonái, amitől ők féltek, az miután az Úr elvégezte a maga dolgát, és véghez vitte azt a szabadítást, amit neki csak nézni kellett, amiben nekik vesztek kellett maradni, tétlennek kellett maradni. A végeredmény az volt, hogy ott látták az egyiptomiakat meghalva, megholtan. És gyakorlatilag ez a látás, hogy amitől féltünk, azzal az Úr el tud bánni. Figyeljetek, ugyanez van a Góliát történetében is. Hogy volt egy ember, aki elkezdett nem félni. És az a Dávid volt ez az ember, aki elkezdett nem félni a Góliáttól, a 3,5 méteres óriástól,
Mondtuk, hogy ez 3 méterre van az oszlop alja, a teteje van 3,5 méteren. Hát most egy ekkora batár konyhaszekrény ide jönne, biztos megijednénk tőle, nem? Fölfegyverkezve hát 2-szer akkora, mint egy normál ember. És nem félt, és utána ugye oda ment Dávid, levágta a fejét, és ráállt a Góliátra, és látta Izrael, hogy az, akitől itt 40 napon keresztül félt, aki gyalázta az Isten népét, az is egy ember. Csak lehellet van a torkában. A Biblia mondja, hogy mit félsz olyan embertől, akinek ugyanúgy lehellet van a torkában, mint neked. És hogy gyakorlatilag azt látták itt az Izrael népe, hogy azok, akiktől féltünk, azokkal az Úr el tud bánni. És ez egy nagyon fontos terápiás gondolat lehet, mi ránk nézve is, mert időnként mi is félünk. Félhetünk dolgoktól. Félhetünk dolgok bekövetkeztétől, félhetünk emberektől, félhetünk emberek rossz szándékától, rossz terveitől, rossz akaratától, bármitől, megjegyzéseitől, döntéseitől, hogy hogyan döntenek rólunk emberek, akár nagy emberek. És itt van ez a látás, hogy amitől mi félünk, attól azzal az Úr el tud bánni. Azzal az Úr el tud bánni. Nekem az a lényeg, hogy figyeljek rá, hogy ha azt mondja az Úr, ugye az úgy kezdődött ez a fejezet, fordulj vissza, és menjél be Pihahirót és Migdol közé. És akkor minden épeszű ember azt mondja, hogy Uram, tényleg menjek be egy ilyen csapdába? Jobbról hegy, balról hegy, előttem a tenger, mögöttem Egyiptom. Ez biztos, hogy ez a jó stratégia, hogy itt kell ez a kijárat ebből a helyzetből. Ez úgy tűnik, mint egy zsákutca. De hogyha ők tényleg az Istenre figyeltek, hogy látjuk, hogy Isten vezette őket, azért a felhőoszlop az félreérthetetlen volt. Ez egy látható dolog volt. A tűzoszlop félreérthetetlen volt. És Isten konkrétan oda vezette őket. És a csapdából volt kimenekülés, mert Isten az egyik oldalt fölnyitotta a csapdának. És így szabadította meg. Még annyit szeretnék olvasni a korintusi levélből, erre már tettem utalást az elmúlt alkalommal is, csak itt is van egy párhuzam, amit Pál apostol fölfedez. A 1 Korintus 10-ben, az első versre, nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak. Ugye emlékeztek, hogy erről beszéltünk, hogy ezért lehet, hogy ez egy korong, egy ilyen tárcsaszerű valami volt, nem csak egy oszlop, hanem fölöttük is volt ez a felhő, mert alatta voltak. Mindnyájan a tengeren mentek által, tehát mindnyájan átmentek a tengeren, átmentek a víz között. A második vers, mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben. Tehát ez érdekes gondolat, ez, hogy belemerítkeztek a tengerbe és a felhőbe. És ugye szokták sokan mondani a keresztségről, a vízkeresztség jelentőségéről, hogy ugye mi, ha a sorrendeket nézzük, akkor mi történt? A 10. csapásnál ugye a bárány vére miatt megmenekültek. A bárány vérével bekenték az ajtókat, és az öldöklő elkerülte, ugye páska, elkerülte a házukat. És gyakorlatilag azon az éjszakán nagy sietséggel kellett a fogvatartói helyről kimenekülniük, mert megjött az engedély a távozásra. Tehát a bárány, a megölt bárány vére, a vérnek a jele jelentette a védelmet, és aztán a szabadulást a számukra. De úgy néz ki, hogy elindultak kifelé, és egészen a tengeren való átkelésig még a fenyegetettség ott volt. Egyiptom meggondolhatja magát, a fáraó meggondolhatja magát, küldheti utánunk a sereget, hogy visszahozzon minket. Mikor vált véglegessé, mikor vált egy ilyen lezártá a szabadulás történet? Azt tudjuk mondani, hogy a tengernek a túloldalán. Mert a tengeren innen voltak, addig
a nyomulás, a fenyegetettség, az ellenséges sereg ott lihegett, és vissza akarta volna őket vinni. De miután megkeresztelkedtek a tengerbe, miután átmentek a tengeren, jól lementek a hullámsírba, tényleg egész mélyen lementek a hullámsírba, és megkeresztelkedtek Mózesre, a felhőben és a tengerben, a tenger túlsó oldalán megszabadultak. Ugye azt olvastuk itt, hogy megszabadította az Úr azon a napon Izraelt az egyiptombeliek kezéből. Akkor mikor szabadította meg őket? Az átkelés napján. Tehát nem akkor, amikor a kivonulásra megkapták az engedélyt, hanem amikor átkeltek a tengeren, akkor mondja az Úr, hogy megszabadultak az ellenség, az egyiptomiak kezéből. És ugye ezért szoktuk azt hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a megtérés újjászületés után a bemerítkezés, a vízkeresztség, azonosulni Jézus halálával, tudjuk, hogy a keresztény újszövetségi bemerítkezés ezt is jelenti, azonosulni Jézus halálával és aztán a feltámadásával, az óember haláláról nyilatkozni, hogy Krisztussal együtt megfeszítetett az óemberünk, és hogy a bűnteste, ugye Róma 6 beszél erről, hogy megerőtelenül jön a bűnös test, és hogy szolgálsunk az élő Istennek, hogy azt látjuk a Bibliában, hogy a megtérés, újjászületés és a bemerítkezés, ez egy szorosan összetartozó események voltak. Mi ezt könnyen így daraboljuk, de a Bibliában ezek szorosan, szinte egy eseményhez tartozó dolgok. Megtérés, újjászületés, bemerítkezés. Ezt látjuk az abcselben. Amikor megtért 3000 ember, a Péter prédikációjában azt mondja az ige, hogy azon a napon megkeresztelkedett 3000 ember. Nem csak, hogy megtért, hanem bemerítkezett 3000 ember. Ugye a baptizó szó azt jelenti, hogy alámerülni. És mikor Pétert megkérdezték, mit cselekedjünk, azt mondja, hogy térjetek meg Jézus Krisztusnak a nevére, és merítkezzetek be. Tehát, hogy a bemerítkezés, az újjászületés megtérés, hogy a bárány vére megtisztít, a bűnöktől megszabadít, összetartozott azzal, hogy bemerítkeztek vízbe, vízkeresztséget is gyakorolták, és ezzel gyakorlatilag nyilvánosan vallást tettek arról a hitükről, hogy befejezték a régi életüket, és kezdtek egy újat. Ezt látjuk egyébként legtöbb helyen, samáriaiaknál megtérnek, szent lélekerességet nyernek, és azt mondja, kitilthatja el a vizet. Hát senki. És akkor bemerítkeztek az Úr nevére. Hogy ezt látjuk ugye a Szerecsen komornyiknál, hogy ott a hitét rögtön azzal fejezte ki, mi gátol, hogy megkeresztelkedjen, imhol a víz, mondja Filipnek. Mondja Filip, ha teljes szívedből hiszel, meg lehet. És gyakorlatilag ott megállították a szekeret, mondták, hogy stopp, itt van egy ember, aki megtért, most be kell meríteni. És bemerítették. És gyakorlatilag, amikor Ananiás oda megy Pál apostolhoz, aki a damaszkoszi úton ugye megtér, ugye vakon imádkozik már 3 napja, mert megvakul, úgy vezetik be a városba, azt mondja neki Ananiás, Pál, az Úr küldött engem Jézus, aki megjelent neked az úton, hogy kezeimet rád vessem, és beteljél szent lélekkel, és most azért ne késedelmezz, gyorsan kelj fel, és mosd le bűneidet. És ugye a mosd le bűneidet, az a merítkezz be, neki egy másik kifejezés, hogy merítkezz be. Tehát itt látjuk, hogy ezeket a szellemi igazságokat a Biblia kijelenti, hogy ezek összetartozó események. És Izrael nem csak a vér által megszabadult, hanem megkeresztelkedett Mózesre és a tengerre. Tengerben megkeresztelkedtek, és átmentek a vízkeresztségen, és azt mondja az ige, hogy megszabadította az Úr azon a napon őket. És akkor a 31. versről még egy néhány gondolatot. Látta az Izrael azt a dolgot, amit az Úr cselekedett Egyiptomban. Félte azért a nép az Urat, és hittek az Úrnak, és Mózesnek az ő szolgájának. Ez egy nagyon pozitív igének tűnik.
De máshol kijelenti az Úr, hogy látták az én cselekedeteimet, zsidókhoz írt levél mondja ezt, de nem ismerték meg az én útjaimat. Ugye ez egy nagyon szép igevers, ha nem ismernénk a folytatást. Félte az Urat a nép, hittek az Úrnak, hittek Mózesnek. Hát de ismerjük a folytatást. Meddig? A következő a keserű víz megédesedik Máránál, ugye oda jutunk, és azt mondja itt az ige, hogy zúgolódott a nép Mózes ellen, mondván mit igyunk. És aztán a következőnél is, hogy zúgolódott a nép, hogy mit tegyünk. Zúgolódott a nép, hogy stb. És jöttek az összes többi, és mikor ugye eljutunk már a kémlelés történetig, akkor azt mondja az Isten igéje, hogy már 10-szer ez a nép gyaláz engem. Megkísértette 10-szer ez a nép engem. Az Úr türelmét próbára tette ez a nép. Tehát, hogy más dolog látni az Úr nagy dolgait, és más dolog megismerni az Úr útjait. Mózes ismerte az Úr útjait is, ami azt jelenti, hogy az Úr szívét, az Úr személyét közelről megismerte. A nép csak látott külső nagy cselekedeteket, amik akkor pillanatnyi hatással voltak rá, de a következő próba, a következő nehézség újra megmutatta, hogy még mindig nem hisznek az Úrban, újra megmutatta a lázadó természetüket, újra megmutatta a kemény nyakúságukat, újra megmutatta azt, hogy zúgolódó, kemény nyakú, lázadó nép ez. De nem tudtak átformálódni. Tehát nagyon fontos, hogy ne csak lássuk az Úr dolgait, hanem hogy engedjük, hogy a szívünkben egy igazi Isten ismeret jöjjön létre, és egy mély bizalom az Úr felé. És hogyha szolgájának is, a Mózesnek is ugye hittek, azt mondja az ige. De hát ismerjük a következő fejezeteket, hogy szegény Mózes, utána már minden volt, csak énekes halott nem, vagy nem tudom, mi nem volt, szegény Mózes. Minden bűnbak szerepet ráhúztak szegény Mózesre, hogy minden problémájukért, minden bajukért aztán ez az ember lett a felelős. Pedig az átkelés pillanatában nagyon hittek az Úrban, nagyon féltek, és Mózest is nagyon tisztelték. Ez nagyon fontos dolog, hogy látni kell, hogy egy dolognak a megoldásakor mindig van egy eufória. Egy ilyen szabadulás élménynél, vagy egy megoldás megszületésénél mindig van egy eufória az emberben. Úgy érzi, akkor a föld felett jár. De hogy mennyire végzett mély munkát a szívünkben, az nem mindig van egyenes arányosan ezzel. És igazából a hűséges Istennel járás az munkálja ki az igazi Isten ismeretet és az igazi bizalmat, és erre van szükségünk mindannyiunknak. Úgyhogy erről szólt ez a fejezet. Összefoglalólag annyit szeretnék mondani, hogy ha Isten vezet bele egy zsákutcába, akkor biztosan van rajta kijárat. Biztosan, nyílik valami út, ami látszólag nem látszik most. De ha Isten követted, a felhő világos volt, tűzoszlop is, nem téveszthetted el, arra mentél, amerre kellett, és mégis van egy bezárt helyzet, mégis van egy zsákutca, mégis van egy csapda, azon biztos, hogy van egy ajtó, ami ki fog nyílni. És Isten egy bizonyos időszíkra, és egy bizonyos eseményre nyitva adja azt az utat, hogy azon át lehessen menni. És ő hadakozik érettünk, ő a harcos Isten, aki az ő népiért küzd. Időnként nem is tudunk hozzájárulni az eseményekhez, egyszerűen csak veszteg kell tétlenül lenni, figyelni az Úr szabadítását. Ne féljünk, mert ami nekünk rettentés, azzal az Úr el tud bánni. Amiről azt gondoljuk, hogy nekünk halálunkat okozhatja, a következő pillanatban látjuk, hogy az Úr így lerendezi. És az is egy fontos tanulság, hogy bizonyos sikerek, bizonyos megoldások, bizonyos nagy dolgok megtörténte után lehet az emberben egy emelkedett eufória,
De ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy a szívében mély változások történtek, mert azt a hűséges Istennel való járást tudja kialakítani. És ebben az Úr adjon nekünk jó előmenetelt, és ne csak az Úr dolgait és cselekedeteit ismerjük meg, hanem ismerjük meg az ő útjait és az ő személyét is. Amen. Amen. Imádkozzunk. Mennyi Atyám, az Úr Jézus nevében köszönöm neked a te igédet. Hálás vagyok ezért a fejezetért is. Köszönöm neked, Uram, hogy láthatjuk ennek a történelmi eseménynek a szellemi igazságait és tanulságait. Uram, te vezetted bele őket egy olyan helyzetbe, amiből csak a csoda jelentette a kiutat. Ott nem volt más lehetőség, csak az isteni beavatkozás. És ebben dicsőítetted meg magad, hogy belevezetted őket a két hegy közé, ellenség a hátukban, előttük a tenger. Nem volt más út, csak ha a tenger ketté válik, és te ezt is megtetted. Uram, köszönöm neked, hogy ilyen hatalmas vagy, ilyen jó vagy. Sokszor minket is belevezetsz olyan helyzetekbe, amiből emberileg nem tudunk kilábalni. És mi magunktól ki se találnánk, hogy hogyan nyílik ki a lehetőség, de te megteszed, Uram, mert te ilyen vagy. Köszönjük, hogy harcolsz értünk is. Köszönjük, hogy te vagy a seregek ura, te vagy a harcos Isten. Te vagy az, aki arra intesz bennünket, hogy ne féljünk, ne pánikoljunk, álljunk, és nézzük végig, ahogy a szabadítás elérkezik. Uram, voltak olyan helyzetek, amikor te konkrét cselekedeteket kértél a te népettől a szabadulás érdekében, de ez a helyzet nem ilyen volt. Itt csak rád kellett hagyatkozni és figyelni, nem félni és figyelni, hogy hogyan oldod meg. Uram, vannak ilyen helyzetek a mi életünkben is, amikor nem is tudnánk mi magunk cselekedni, de azt kéred, hogy bízzunk, azt kéred, hogy ne féljünk, álljunk meg, ne rohanjunk, hanem figyeljük meg, hogy hogyan avatkozol be. Uram, segíts erre bennünket, és azt is kérem tőled, Uram, amit itt láttunk a legvégén, hogy ez a nép látszólag félt téged, és hitt az Úrnak, és hitt Mózesnek, a te szolgádnak. Látjuk, hogy ez nagyon rövid ideig tartott. Ez csak a következő próbáig tartott. És aztán az abból való szabadulás öröme megint csak a következő próbáig tartott. Aztán az is csak a következő megpróbáltatásig tartott. És igazából nem ismertek meg téged közelről. Uram, add, hogy ne ilyenek legyünk, hanem ismerjünk meg téged igazán, mélyen. Segíts erre bennünket, Uram. Hadd járjunk veled minden nap. A völgyekben, a hegyekben. Az átlagos napokon, amikor úgy gondoljuk, hogy hát ez egy átlagos nap. De a mindennapokban, Uram, te ott vagy, és tanítasz, és mélyíted bennünk a ragaszkodást, a hitet, a bizalmat. Uram, így akarunk élni és járni veled, segíts erre bennünket, a Szent Szellem által és a te igéd által. Amen.